Az időjárás előrejelzés tudományának fejlődése a 19. század közepén fellendült, és ebben szerepet játszott a történelem is. Ugyanis 1854. november 14-ére viradó éjszaka a krimi háborúban, a krimfélsziget mellett a balaklavai öbölben csaknem az egész egyesített angol-török-francia hadiflotta elpusztult. A pusztítást azonban nem a cári hajóhad végezte, hanem egy hatalmas vihar, a katasztrófa még a festőt is megkiklette a pusztítást követően a francia kormány azzal bízta meg a párizsi csillagda igazgatóját, Lövariét, hogy vizsgálja meg, hogy az akkor már az európai és észak-atlanti térségben működő mindegy 45-50 időárási megfigyelő állomás adatai ismeretében vajon lehetett volna -e következtetni erre a pusztító viharra. Lövaré Le hosszú levelezés eredményeként begyűjtötte ezeknek az állomásoknak az adott időszakra vonatkozó adatait, az adatokat térképekre vitték, elebezték, és megállapították, hogy az a ciklon, amelyhez ez a vihar kapcsolódott, a földközi tenger közepétől egész a balaklavai ölbölig, tehát a fekete tenger északi partjáig követhető volt ez a felfedezés adta meg a lökést ahhoz, hogy elsősorban a nagy tengeri flottákkal rendelkező országokban megalakuljanak az első időjárási hivatalok, intézmények, amelyekben már begyűjtötték ezeket az adatokat, rendszeresen begyűjtötték, és elkezdték az időjárási térképek rajzolását. A szakemberek tehát térképre rajzolva elemezték az időjárási adatokat, és rájöttek egy sor légkör fizikai összefüggésre. Többek között arra, hogyha a meteorológiai elemek közül például a légnyomás egyenlő értékeit összekötik, ez kirajzolja eléjük az áramlási rendszereket, azoknak legfontosabb fajtáit, a ciklonokat és az anticiklonokat. Az egymás után rajzolt időjárási térképek pedig, Eléjük varázsolják az időjárások folyamatait, amit gondolatban továbbéve, tehát extrapolálva az időjárási helyzeteket, következtetéseket lehet levonni a jövőre vonatkozólag. Tehát megszületett az időjárás előrejelzés első használható módszere, és ezt az előrejelzési módszert nevezik szinoptikus módszernek. A szinoptika ugyancsak görög eredetű szó, az adatok egyidejű áttekintésére és elemzésére utal.